A Beregszászi Egészségügyi Kollégy immár 9. éve jótékonysági vásárral ünnepli a Varrottas Ing a Visivánka napját. Így volt ez például 2016-ban és 2019-ben is. A főiskola a befolyt összeget Ukrajna fegyveres erőinek támogatására ajánlja fel. A diákok Ukrajna jövőjét, szakmai hozzáértését, professzionalizmusát jelentik. A gyerekek ma vásárt fognak tartani, egy hetet sütnek különböző édességeket, készítenek karkötőket és amuletteket, hogy a város vendégeinek és lakosainak örömöt szerezzenek, és bevonják őket a nagy közös ügyünkbe, a győzelembe. Ez így is lesz, reméljük, hogy ezzel a kezdeményezéssel is közelebb hozzuk azt. A Beregszászi Egészségügyi Kollégyben a Visivánka napja azt jelenti, hogy a közös cél minden diákot összeköt. Itt nem csak a választott szakmájuk fortéjaira oktatják őket. Jelenleg 324 hallgatónk van, mindannyian kiveszik a részüket a mai ünnepség lebonyolításából. Ez hazafiasságra neveli őket. Nem csupán az egészségügyel kapcsolatos dolgokra oktatjuk őket, de emberségre, hazafiasságra is neveljük a diákokat. A hallgatók a szabadidejükben készültek a vására, és egyetlen percet sem sajnálnak, amelyet a jó ügyre fordítottak. Saját kezüleg készítettünk el sok mindent. Úgy gondoljuk, nagyon fontos, hogy ebben az időszakban segítsük az ukrán fegyveres erőket. Kis mézes mackókat sütöttem, muffint sütöttünk, és gyöngykarkötőt készítettünk. Mindez szívből, örömmel tesszük. Tóth Alexandra elmondta, hogy a csoportja úgy készült az ünnepre, mint egy család. A mi csoportunk készített karkötőket, gyűrűket, nyakláncokat, kekszeket, muffinokat. Együtt fontuk a kollégiumba a karkötőket és a nyakláncokat is. Ez minket így összehozott, mint egy igazi családot. Viktória csoportja pedig kora reggeltől az ünnepi hangulat létrehozásán fáradozott. Jótékonysági akciót csinál a kollégiumunk. Mindenki együtt készített különböző karkötőket, gyűrűket, továbbá sütöttünk süteményeket, kekszeket, és ennek az a célja, hogy gyűjtsünk pénzt a katonaságnak, mivel ez most nagyon fontos. A helyi vezetőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők workshopra való meghívása és egyéb szervezési kérdéseket a felsős hallgatók oldottak meg. Mi tulajdonképpen segítünk az alsóbb évfolyamos társainknak megtartani a vásárt, a mesterkurzusokat. Ez érdekes és színesíti a tanulást is. Fel kell hívni magukra a városlakók figyelmét. Úgy kell reklámozni a terméket, hogy lehetetlen legyen visszautasítani. És persze türelemre is szükség van, minél több embert kell megszólítani. A kezdet sikeres volt, aminek örültek a diákok. Néhányan csak elmennek mellettünk, míg mások odajönnek és megkérdezik, hogy mit árulunk. A legtöbben az ukrán zászlóval díszített kekszet viszik, de más termékeink is vannak. Jönnek és kiválasztják, hogy konkrétan melyik tetszik nekik a legjobban. Még csak most kezdtünk, de már is jól alakul. Ezzel egy időben a kollégyben mesterkurzusokat tartottak az iskolások számára. Fából készült nyers darabokat festettünk, és rongybabákat készítettünk. Az itt tanulók elmondták és megmutatták, hogyan kell ezt helyesen csinálni. Én már előkészítettem a hajat, a szárnyakat és a formát, már csak ragasztani és kivágni kellett őket. Maria Szabó német nyelvet tanít a kollégyben és a líceumban is. A mesterkurzusra elhozta a hatodikosait. Lenyűgöző, hogy a gyerekeink milyen találékonyak. Az ökológiával is törődnek, nem csak sütnek, de természetes kövekből nagyon szép ékszereket készítettek. Örömteli, hogy a hosszantartó nehéz időszak ellenére nem adjuk fel. A nap folyamán a Beregszászi Egészségügyi Kollégy diákjai és tanárai több mint 84.600 hrivnyát gyűjtöttek össze. Az összeget a fegyveres erők szükségleteire fordítják, hogy ezzel is egy kicsit közelebb hozzák a győzelmet.